készült Veszprém megyei jogú város önkormányzata és a Klebersberg intézményfenntartó központ konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Elektromos toll. Mártsunk egy szűrőpapír darabot, fenolftaleines, telített nátriumklorid oldatba. A benedvesített szűrőpapírt fektessük egy alumínium lemezre. Elektromos vezetékeket kössünk egy 4,5 voltos lapos elemhez úgy, hogy a pozitív pólusról érkező vezetéket csíptessük az alumínium lemezhez, és a negatív pólusról érkező vezetékbe fogassunk be egy kiegyenesített gémkapocsból készített tollhegyet. A tollhegyjel kezdjünk el rajzolni a szűrőpapírra. A rajzunk lilás színű lesz a nedves papíron. Egyenáram hatására a nátriumklorid vizes oldatába elektrolízis megy végbe. A katód folyamatok következtében a katód környezete lugos kémhatású lesz, amit a fenolftalein indikátor lila színnel jelez. Az anód folyamatok következtében kis mennyiségű klorgáz termelődik. A klorgáz a jelenlévő vízbe beoldódik, savas közeget biztosítva az anód környezetében. Készült Veszprém megyei jogú város önkormányzata és a Klebersberg intézményfenntartó központ konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!